A pedagógusokat sehol sem fizetik meg jól, de Európában, Luxemburgban és Svájcban keresnek a legtöbbet, Albániában pedig a legkevesebbet. A visegrádi országok a közénymezőnybe tartoznak, ezt alapította meg az Okonomusz Gazdaságkutató Alapítvány legújabb elemzésében vendégünk Pásztor Szabolcs, a tanulmány szerzője, vezető kutató. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hogyha megnézzük az adatokat, és hogy hol keresnek a legjobban a tanárok, nyilván a legfejlettebb nyugat-európai országokat találjuk, de itt is azért vannak különbségek, hogyha a kezdőfizetést nézzük, a tapasztaltabb tanárok fizetését nézzük. Hogyan áll össze a kép, hogyan érdemes, vagy hol érdemes leginkább tanárnak menni? Tulajdonképpen egy ilyen vizsgálatot mindig úgy érdemes kezdeni, hogy megnézzük, hogy mennyire heterogén a kép, és tényleg azt láthatjuk, hogy Európa nem egységes, feszítő különbségek vannak. Ahogyan ön is említette, például a luxemburg, illetve az albán adat, 17-szeres különbség van. Ugye nyilván ez a két szélsőség, de egyébként ezen két eseten kívül is vannak különbségek, és erős az együttmozgás a gazdasági fejlettség, illetve a pedagógusok bére között. És ugye láthatjuk, hogy ebben a rendszerben a V4-es országok itt valahol középtájon szerepelnek, tehát nyugodtan azt lehet mondani, hogy a gazdasági fejlettségüknek megfelelően tudnak pedagógus béreket fizetni. De most azon túl, hogy tulajdonképpen mekkora a gazdasági fejlettség, az is meghatározó, hogy az adott ország mennyit szán kutatásra, fejlesztésre, oktatásra. Vannak olyan országok, ahol historikusan magas a GDP arányos kutatás, fejlesztés, Svédország, Dánia, Észtország például ilyen, és vannak olyanok, ahol szerényebb. Magyarország ebben a tekintetben hát ugyancsak egyfajta közép mezőnyhöz tartozó ország, vagy egyébként egy átlagos kutatási és fejlesztési összeget meghatározó ország. Az Európai Uniós átlag 5%, a magyar eset, a magyar számadat pedig 4,7%. Tehát ugye az a bruttó átlagfizetést nézzük, akkor ugye Luxemburg, Svájc, Németország, Dánia és Izland vezeti ezt a rangsort, és a legszerényebb jövedelem pedig Bulgária, Észak-Macedónia, Szerbia, Bosznia-Hercegovina és Albánia. És ugye itt érdekes a V4-ek ország, amit említett, hogy Csehországon kívül Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Románia vonatkozó mutatója nagyjából 9000 euró alatt marad. Miért? Tehát azért én értem a gazdasági fejlettséget, de mi az oka annak, hogy az unión belül is ennyire kiugróak ezek a különbségek, és valóban azért nem csak a pénz, talán a megbecsülés is azért egy nagyon fontos kérdés itt. Igen, tehát hogy vannak olyan tényezők, amelyeket számszerűsíteni lehet, ezt ugye már tulajdonképpen meg is tettük, azt érdemes figyelembe venni, hogy a kutatásra, illetve a fejlesztésre mekkora források állnak rendelkezésre. Nagyon lényeges az is, hogy hogyan alakul például a kínálat pedagógusokból, hogyan alakul a pedagógusi pályán mozgók száma, hogyan alakul a képzőhelyek száma például, és az is egy meghatározó tényező, hogy mekkora a pedagógusok átlag életkora. Vannak egyébként olyan országok, nem egyébként V4-es viszonylat a legkirívóbb eset, ahol kimondottan magas, például az 50 éven felüli pedagógusok aránya. Olaszország ilyen, egy megdöbbentő százalékos adattal, 58%-kal. Tehát Olaszországban 58%-os arányt képviselnek azok, akik 50 évesek vagy a felettiek. És hogyan tudják ezek az országok pótolni, vagy hát csábítani a fiatalokat erre a pályára, hogy az utánpótlás kérdése az mindenhol komoly problémát jelent, és hogy mennyi, nem is az egy dolog, hogy mennyi fizetést kap egy kezdőtanár, de valóban a hosszú távú lehetőségek milyenek. Tehát nagyon sokan, nagyon sok helyen ez a probléma, hogy elmennek tanárnak, és pár év után rájönnek arra, hogy ez egy rendkívül stresszes, rendkívül megterhelő munkakör, és inkább ott hagyják a tanári pályát. Ezzel a problémával küzdenek a nyugat-európai országok is? Természetesen igen, és igyekeznek növelni a béreket. Az Európai Bizottság időszakonként készít egy olyan elemzést, amelyben számba veszi, hogy hogyan alakulnak a bérek tapasztalattal, tapasztalat nélkül, és például az utóbbi időszakban össze lehetett hasonlítani a 2009-2010, illetve a 2020, illetve 21-es adatokat. Ebből azt lehetett látni, hogy néhány országban akár több száz százalékkal is emelkedtek a pedagógus bérek. Magyarország is jól teljesített, viszonylag jól teljesített ebben a tekintetben, természetesen teljesített
teljesíthetett volna jobban is, 54%-kal növekedtek 2009-2010, illetve 2020, illetve 2021 között a pedagógus bérek. Tehát ez az egyik tényező. A másik tényező pedig az, hogy próbálnak olyan viszonyokat teremteni, amelyek enyhítik ezt a kiégést. Például kisebb osztály létszám, vagy egyértelműen kijelölik a karrier, a továbbképzésnek a lehetőségét. Tehát próbálják több és lehetséges eszközzel úgymond vonzóvá tenni a pályát, és megtartani a fiatal pedagógusokat ebben a szférában. Vannak olyan országok, amelyek sikeresebbek ebben a vonatkozásban. Melyek ezek egyébként? Vannak olyanok, amelyek kevésbé. Hát kvázi nagyon érdekes, hogy Luxemburg amellett, hogy magas béreket kínál, egy kimondottan kedvező mutatót hoz a pedagógusok idősödésének mutatójában is, ugyanis itt a legalacsonyabb, például az 50 éves vagy a feletti pedagógusok aránya. Tehát egyszerre kínál vonzó béreket, illetve egyszerre igyekszik olyan feltételeket teremteni, amelyek mentén megmaradnak a pályán. De itt egyébként általános iskolai tanítótól, vagy oktatótól, vagy tanártól kezdve egészen az egyetemi katedrán oktató professzorokig a teljes skáláról beszélhetünk? Nem, a felsőoktatás ebben a kimutatásban nincs benne. Számba veszik általános, illetve középiskolai oktatókörét, illetve benne vannak az osztályfőnökök is, tehát így készül ez az Európai Bizottságos elem. Igen, örök kérdés, és hát rengeteget beszélgettünk erről itt a stúdióban, az uniós források kérdése, és hogy a tanárok béremelését részben uniós forrásból akarja megoldani a kormány. Az uniós források kérdését most ne elemezgessük, nem hiszem, hogy ez annyira politikától átitatott ez a kérdés, hogy nem is ez az igazán érdekes, de akkor mi történik, ha megjön ez az hőnállított uniós forrás, és valóban elindul a tanárok bérfejlesztése, és ha nem jön meg, akkor milyen eszközök állnak rendelkezésre, és szerintem azért azt látjuk, hogy a bérkérdés az egyik legfeszítőbb, legégetőbb a tanárok között. Igen, ez így van, és nem csak az Európai Unión belül, hanem azon kívül is. Tulajdonképpen mindenütt a nagyvilágban a pedagógusok túlhajszoltak, ugye a munkájukat kevésbé becsülik meg a kormányok, és például Magyarország is igyekezett ezen a problematikán enyhíteni, és ezért készült el egy olyan program, amelyben tulajdonképpen az Európai Unió társfinanszírozó lett volna, és a program eredményeképpen jelentősen növekedett volna a pedagógusok bére. Egy közgazdász annyit lát, hogy politikai viták miatt az Európai Uniós források egyelőre nem érkeznek meg ehhez a programhoz, de egyébként amit látunk, az az, hogy a magyar kormányzat a lehetőségeihez mérten igyekszik a pedagógus béreket emelni, a pedagógus béreket növelni, most is például láthatunk egy 10%-os béremelést, tehát tulajdonképpen így a társfinanszírozó nélkül Magyarország igyekszik ezen a feszítő problémán enyhíteni, és például a jövedelmek mentén vonzóvá tenni, vagy vonzóvá tenni a pályát. És azt tudják vizsgálni esetleg, hogy a tanárok között ennek milyen visszhangja van? Tehát, hogyha készítenek egy ilyen kutatást, tanárokat meg tudnak kérdezni, vagy meg szoktak kérdezni arról, hogy a bérkérdés mellett mi az, ami még számukra a legnagyobb problémát jelenti, az óraszámtól, a leterheltségtől, az ezzel járó idegi feszültségtől kezdve számtalan más problémát fel tudnak sorolni. Ezt hogyan tudják vizsgálni, vagy vizsgálják egyáltalán? Hát az Európai Bizottság a jelentéseit színesíti, nyugodtan lehet így mondani, interjúkkal, mély interjúkkal, ebben megkérdeznek különböző pedagógusokat arról, hogy hogyan ítélik meg a munkakörülményeket, hogyan ítélnek meg olyan tényezőket, amelyek a kiégéshez vezethetnek. Ők egyébként mindig el szokták mondani, hogy rossz az, hogyha komoly az adminisztratív teher, vagy hogyha például nagyobb létszámú csoportokkal kell foglalkozniuk, ugyanis ezen utóbbi is egy komoly tényező és egy heterogenitásra számot adó tényező, hiszen vannak olyan országok, ahol átlagos csoport létszám az kisebb, például 10 körüli, és vannak olyan országok, ahol például ennek majdnem a duplája, például Franciaország ilyen. Tehát ilyen mély interjús lehetőségekkel lehet számba venni azokat a problémákat, neurajkus pontokat, amelyeket a pedagógus pályán mozgók érzékelnek. És hát ugye a politikai döntéshozók országa válogatja, valahol meghallgatják ezeket, valahol egyébként kevésbé, és úgy próbálják finomítani a rendszert, hogy kvázi hosszabb távon is vonzó legyen. Pásztor Szabolcs, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen én is.